kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit. El kellett jönnöm ide Gyöngyösre, és a bíróságra iratkozom el, mert nagyon fontos határidők jártak le, vagy járnak le itt a napokban, mire választ kell adni. És azzal szembesültem itt, hogy Gyöngyösön, már itt viccesen mondta a barátom, hogy majd mondjam már el neki, hogy mi folyik itt Gyöngyösön. És az a megdöbbentő, hogy itt vagyok Gyöngyösön, és akkor a járási bíróság épülete előtt vagyunk, a járási vagy a megyei kormányhivatal épülete előtt, és amikor megérkeztem, akkor megdöbbentem, hogy biztosan mindenki tudja, hogy a járási hivatal az a ma, vagy nem a járási, a megyei hivatal, ez az ország egyik legfontosabb, minden megye... Kirekedesen megmondják, hogy én jövök, és utána Sumákból beültetek egy embert. Hát ott rohagyjanak meg benne, ahol vannak. Látszik, hogy vannak problémák. Pont egy elégedetlen ügyfél. Hát az a lényeg, hogy a megye, székhely legfontosabb hivatala az a megyei kormányhivatal, és hogyha megnézzük, itt van szembe vele. Itt nem a kocsit, hanem ezt, hogy a kátyukat fogom mindjárt bemutatni. Ja, nem autókat. Nem autókat, mindjárt nem büntetek én semmit, tehát ez nem a... Hát az a lényeg, hogy ott szembe, ahogy látják, ott van a járásbíróság épülete, és ott ki van írva, a járásbíróság és az ügyészség, tehát a járási ügyészségnek az épülete itt vannak. Mindjárt még megmutatom, itt már itt a járókelőkkel beszélgetve felhívták a figyelmemet, hogy ott van egyébként ott csak a fák mögött ott egy tető, ahogy látszik, ott van egy gimnázium, ott egyben abba az irányba ott van a mondták a kisvasútnak a végállomása, és akkor most nézzük már meg, hogy milyen kátyuk vannak itt. Tehát itt a központban, tehát a, mondom, a város legforgalmasabb épület előtt látják itt, hogy milyen hatalmas kátyuk vannak. Egyszerűen teljesen megdöbbentő, hogy itt, tehát micsoda igénytelenséget tapasztalok. Látszik itt a belvárosba, hogy tele van az út ilyen kátyukkal, tehát hogyha megnézik, ott is itt a kormányhivatalnak itt a bejárata, ilyen gyönyörű kátyuk itt, ott van a járásbíróság ügyészség bejárata, ott van a gimnázium, ott a kisvasútnak a végállomása, és akkor ez így. Itt különösebben nem zavar, úgy látszik, senkit. Kiderült, hogy ez a megyei közút ZRT-nek a bűne és feladata lenne. Hát mi úgy döntöttünk, hogy megajándékozzuk itt a gyöngyösieket. Hát ritkán szoktam erre járni, egyébként most majd fogunk egy pár tárgyalásra jönni, tehát látják, ilyen szép kis kátyuk vannak itten. Itt is egy hatalmas kis, hát ilyen kis disznófialtató kis kátyuk itt vannak. Itt kösebben senkit nem zavar, vagy pontosabban a járókelőket zavarja, csak az illetékeseket nem zavarja. Tehát látják. Hát ilyen kis. És akkor itt van szembe, ott van a járásbíróság, és itt pedig a kormányhivatal. Tehát én úgy döntöttem, hogy ezt mindenképpen, ha már ide rendelt a sors, tehát hogyha ide kell járni, akkor ezeket a gyöngyösi hivatalnokokat és a gyöngyösi lakosokat megajándékozzuk azzal, hogy rá fogjuk kényszeríteni itt a közút ZRT-nek a hitvány és becstelen vezetőit, hogy csinálják meg ezeket a kátyukat, mert azt gondolom, hogy ez tragédia. Tehát ez hogy itt ezen a, itt nyilván, hogyha megnézzük, itt van egy ott van itt egy buszmegálló, az is egyébként mindjárt még megnézzük, hogy néz ki. Tehát itt a buszmegállóba, nyilván itt látszik tiszta rozsda, eszi a rozsda, ez a kormányhivatal előtti, tehát itt tiszta rozsda az egész buszmegálló. Látják itt is,
Tényleg Bulgáriában láttam egyébként ilyen állapotokat, itt a 1000 éve nem volt egyébként ez a pad lefestve. Itt vagyunk a kormányhivatal előtt, látják itt a kormányhivatal bejáratánál. Itt, tehát így, ezt egy közmunkásoknak kellene szólni, hogy ezt beszéljék meg a Volánnal, vagy nem tudom kivel, és akkor ezeket itt, ezt azért jó lenne, ezt itt mondom, ezt a rozsdafészket itt lemarni és átfesteni. Ez hihetetlen. Tehát mondom, ez ilyen bulgáriai állapotok, és akkor nézzük tovább. Tehát itt vagyunk a buszmegállóban, látják itt a buszmegálló, és akkor nézzék, itt mekkora kátyú van. Tehát ez így, kösebben ez nem zavar senkit. Látják, itt egy kátyú, nézzék, itt mekkora kátyú. Hát az a lényeg, hogy a több százezer forintos fizetéseket felvegyék egyébként. Látják, itt a lábam, tehát lehet látni, hogy itt micsoda gödör van itten. Itt. És itt időtesszük így, csak hogy lehessen látni. Hát ez itt a menetrendszerű járat. Hát itt mi folyik itt Gyöngyösön? Hát látszik, hogy biztos folyik valami, csak nem az folyik itt sem, amiről kellene, hogy folyjon az élet, amiről kellene, hogy folyjon a hivataloknak az élete, de mondom, én megrökönyödök ezen, hogy itt a kormányhivatalnak, tehát a Fidesz csicska hivatalnak az apparátcsikjai, biztos még erre nem kaptak politikus utasítást, hogy ebbe vigyázni kell, hogy kitörjön a lábuk, akkor addig ezt nem kell megcsináltatni, és nem is kell jelezni, ez a megdöbbentő számomra. Tehát látják, tehát itt van ez a... Itt ez a másik gyönyörű szép kátyú, és akkor itt van a busz megálló, tehát itt áll meg, itt lassít a busz. Szépen belemegy az egyik kátyúba, akkor megy tovább, utána belemegy ebbe a hatalmas másik kátyúba. És akkor így szépen ilyen hullámvasutat itt tényleg itt lehet gyakorolni. Tehát azt kérek mindenkit, hogyha lehet, akkor ezt a videót nyugodtan egyébként osszák meg, küldjék el a Közút ZRT-nek, és akkor... Hát ha elérjük azt, hogy ezeket a buszmegállókat le fogják festeni. Mondom, ez csúcs, tehát ez itt, tehát ezeket a buszmegállókat jó lenne, hogy ezt a rozsdafészket lefestenék, meg átfestenék ezeket a padokat, és csináltassuk meg, különösen érjük el, hogy csinálja meg ezt a csodás Közút ZRT, aminek nagyon ügyes vezetői lehetnek itt. Hát ezt mondták itt a helyiek, hogy ez a Közút ZRT-nek az illetékessége, és ezért nincs megcsinálva, de én azt gondolom, hogy elég sok pénzt kilopkodnak onnan is, és ezt mindenképpen meg kellene csinálni. Tehát látják, itt van a kormányhivatalnak, itt van a táblája. Lehet, hogy most tükrözi egyébként a kamera. Hát az a lényeg, hogy mondom, ide fogunk jönni, és akkor szeretnénk ezt elérni, hogy ezt csinálják meg, és hogyha majd valami, melyik gyöngyösi barátunk ezt tapasztalja, hogy megcsinálták, akkor kérjük, hogy tájékoztasson bennünket erről, hogy lehet bizonyos eredményeket elérni, és a Közút ZRT-t is vissza lehet vezetni a munkavilágába. Hát amit már számtalanszor mondtam, hogy ez egy, hát itt a legforgalmasabb része Gyöngyösnek ez a rész, és nyilván látszik, hogyha itt lenne prioritás, lenne prioritása itt a munkavégzésnek, akkor ezt kellene legelőször, és utána, hogyha marad idő, energia, pénz, akkor pedig egyéb útszakaszokat kellene megcsinálni. De látszik, hogy itt valami más a fontosabb, de azért bízunk benne, hogy ezeknek a jelzéseknek a hatására megajándékozhatjuk a Heves megyei kormányhivatalnak a
Heves-megyi kormányhivatalnak, lehet, hogy a járáshivatal, csak azt néztem, hogy a járáshivatal is itt van ebbe az épületben, ha itt van, akkor itt, akkor azokat is, tehát a megyei kormányhivatal dolgozóit, az ügyészség és a bíróság dolgozóit azzal, hogy visszavezetjük a munkavilágába a közút ZRT-t, és elérjük azt, hogy tegye azt a dolgát, amiért felveszi a fizetését, és amiért rendeltetett. Jó, akkor minden alkalommal ezt fogjuk jelezni nekik, és bízunk benne, hogy egyszer talán valaki egyet fog érteni velünk, és ide fogják küldeni azokat az illetékes cégnek az adott embereit, és meg fogják csinálni ezeket a nagyon brutális kátyukat, hogy a Gyöngyös legforgalmasabb részén lehessen normálisan közlekedni. Jó, köszönöm, hogy meghallgattak. Most is kérem, hogyha lehet, akkor mindenki álljon az igazság oldalára, és nyilván ott kap segítséget, és annak megfelelően azt gondolom, hogy számíthat az Isten segítségére. Még annak ellenére is, hogyha néha úgy tűnik, hogy a gonoszok, az aljasok, a hitványak előre törnek, és e világi értelemben bizonyos csatákba jogaikkal és hatáskörükkel visszaélve, mintha győznének, akkor sem szabad elkeserednünk és tennünk kell a dolgunkat. Tehát mondom, sajnos most ide el kellett jönni, igaz, hogy pihennem kellett volna otthon, most nyilván ezt nem akarom részletezni, hogy mi miatt, de mondom, két pótmagán vádba való nagyon sürgős beadvány miatt sajnos el kellett jönnöm ide. Jó, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon mindenkit, még annyit akartam, hogy azért élőztem be a Blondinak a kutyáit, hogyha valakit érdekel, akkor már mondom kettő, egy kis szuka és egy kis kan az már elkelt, és hogyha valakit még érdekel, akkor még mondom egy szuka és egy kan az még megvan, és várjuk azoknak is az új gazdáit, azoknak a jelentkezését. Köszönöm, Isten áldjon benneteket!